szállító helikopterek. A mai nagy helikopterek alapvető részei mind civil, mind katonai életünknek. Szívós, erős emelőgépek, és olyan teljesítményekre képesek, amik elkápráztatnák a régi helikoptertervezőket. Ez a C-53A, ami egy kísérő rombolót vontat, a kék galléros, azaz szállító helikopterek sorába tartozik. Már a helikopterek korai időszakában világossá vált, hogy kiváló kutató és mentő járművek. Ez egy Piasecki HUP-2-es az 50-es évek elejéről. Ismertebb neve a Hubmobile, vagy alakja miatt a shoe, azaz cipő. Ezek a speciális helikopterek a repülőgép hordozók fedélzete mellett lebegtek, hogy fel- és leszállás közben a vízbe zuhant gépek pilótáit azonnal kimentsék. A tengerészpilótákat kiképezték arra, mi a helyes eljárás baleset esetén, és pontosan tudták, mi a teendőjük mentési helyzetben. Olyan megfelelő képzést kaptak, hogy a feladatot végre tudták hajtani. A munkájukhoz tartozott, hogy gyorsan elkapják a helikopterről leengedett mentőülést. De néha a vízben lévő személynek külső segítségre is szüksége volt. Ilyen mentési eljárást láthatunk, amit a tengerészet egyik Sea King helikoptere hajt végre. A Sikorsky Sea King a 60-as évek eleje óta különböző variációkban repül, kutató és mentő feladatokat hajt végre. Ennek a helikopternek a légierő által Jolly Green Giant néven alkalmazott változata olyan érdemeket szerzett a vietnámi háborúban, ami biztosította számára a halhatatlanságot. A helikopter sok katona és civil életét mentette meg. Barbara Higgins repülős ápolónő a Clevelandi Metro General kórházban. Különböző életkorú embereket érhet életveszélyes baleset, akik meg is halhatnak, ha a zsúfolt városokba nem jutnak gyors kórházi segítséghez. A helikopterek alkalmazásával megnőtt az életben maradási lehetőség. A civil életben a helikopter lehet az összeköttetés a zsúfolt nagyvárosok baleseti helyszínei és a kórházak között. A repülő helikopter minden fontos műszerrel fel van szerelve. Még intenzív segítségnyújtásra alkalmas ápolónő is tartózkodik a fedélzeten. Rövidebb idő alatt érünk a beteggel a kórházba, mint bármi más szállítóeszköz. Ezek az intenzív segítségnyújtó egységek szállítják a pacienseket a speciális kórházakba. Lehet a baleset helyszíne akármilyen távol, a helikopterben a sürgős orvosi segítség is elvégezhető. A Sikorsky S-76-os végzi szerte a világon ezt a munkát. Amennyire ez csak repülési helyzetben lehetséges, a környezetét is kíméli. A helikoptereknek ilyen irányú felhasználása egyenes következménye a koreai háborúban használt medevek helikopterek sikeres szereplésének. De a helikopter még sok más módon menthet életet. A H-43B a légierőknél Husky néven volt ismert. Első számú feladata az volt, hogy a repülőbázisokon történő balesetek esetén segítsen. Ezért fel volt szerelve tűzoltó anyaggal teli tartállyal. A Husky közel repül a tűzhöz, és ledobja a tűzoltó palackokat a földön lévő tűzoltóknak. Aztán rotorjaival rotorszelet gerjeszt, ami eltereli a lángokat. Ez lehetővé teszi a tűzoltók számára, hogy a lángokhoz közelebb kerüljenek, és hatékonyabban oldhassák a tüzet.
Husky, amit Charles Kamen tervezett, már a vietnámi háborúban is szolgálatot teljesített. Sok hihetetlen mentési akciót hajtott végre ezzel a technikával. Szenzációs volt látni. Évekig prominens gépe volt a légierőknek. És ez a repülés korai éveiben történt, amikor még sok volt a baleset. Ahogy ezeket a mentési akciókat végrehajtotta, felállított egy különleges biztonságtechnikai rekordot is. Ez volt az egyetlen helikopter a történelemben, aminek nem volt balesete. Egyetlen legénységi tagja, pilótája vagy másodpilótája sem sérült meg soha, ami abszolút mértékben fenomenális rekord. A helikopterekre a kezdeti időktől úgy is tekintettek, mint kényelmes személyszállító eszközre, főleg rövid távon. Én imádok repülni. És természetesen, ha hivatalos ügyben Tokióba kell mennem, nem mehetek lóháton, gyalog vagy autóval. De minden repülőtéren rengeteg időt elvesztegetünk, ami csökkenti a rendszer hatékonyságát. Ha helikopterrel repülünk, közelebb repülhetünk a célállomáshoz. Nem kell a repülőtereket érinteni sem. De azzal az elképzeléssel is probléma volt, hogy a helikopterek esetleg nagyszámú embert szállíthatnának a repülőterekről az óriás városközpontokba, kikerülve a zsúfolt autópályákat. Ez a Ferry Rotodyne egy hatékony személyszállítógép, amit az 50-es években gyártottak Angliában. Egy transatlanti megállapodás keretében a Kamen cég megvette az elképzelést Amerika számára. Charles Kamen a cég alapítója. Az volt az elképzelés, hogy városi szállításra lehetne használni rotorvégjet meghajtással. És landolásnál úgy működne, mint egy helikopter. Ahogy a jetteket kikapcsolják, a rotorok autorotációval működnének, mint az autógíróknál. A gép nagyon sikeres volt, jól működött. És egy pillanatban már majdnem megegyeztünk a Ferry céggel, akik a tervet készítették. Volt New Yorkban egy szervezet, egy légitársaság, akikkel már szintén megegyeztünk, hogy 5-6 Rotodyne-t megvennének helyi szállítási célokra a város és a repülőtér között. De politikai okokból a megállapodás meghiúsult, és vele együtt majdnem szertefoszlott az állam is a háztetőkön landoló helikopterekről. Egy baleset következményeként New Yorkban hivatalosan betiltották az ilyen leszállásokat. De más oka is volt, hogy végül is a helikopter nem lett az ingázó emberek közlekedési eszköze, mégpedig a zaj, a vibráció és a lassúság. De a hadsereg a helikoptereket mindig is használta személyszállító eszközként. Az olyan super high-tech modell, mint a Boeing Whirlpool 360, talán majd a zaj és a vibráció problémáját is ki tudja küszöbölni. Ha New Yorkból Los Angelesbe akarok repülni, természetesen nem megyek helikopterrel. De ha Milburnbe akarok kimenni a farmomra, egy kicsit lovagolni, inkább helikopterrel megyek, mint repülővel. Így nem kell a nemzetközi repülőtérre kimennem, megérkeznem egy másik repülőtérre, és onnan autóval elhajtani a farmra. Az 50-es évektől használták a közigazgatásban és a politikai életben a helikoptert. Olyan emberek esetében, akiknek elég hatalmuk és pénzük volt ahhoz, hogy indokolja a költségeket. A Bell 206 Jet Ranger, amit az 50-es évek elején katonai felhasználásra terveztek, a 60-as évekre megvalósította ezt az elképzelést. Nagy számban jelentek meg Észak-Amerika és a világ más nagyvárosai egén. Közel 4000 Jet Rangert adtak el államigazgatási és kereskedelmi felhasználásra, és minden idők egyik legjobban ismert, közepes szállító helikoptereivé lettek.
A kaliforniai Lakewoodban 1967-ben kísérletkép szolgálatba állítottak három Hughes helikoptert a rendőrség fennhatósága alatt. Abban az évben, ahogy a helikopteres járőrszolgálatot bevezették, a betörések száma 6, a rablásoké 15%-kal visszaesett. 1967-ben a bűnözés Amerika szerte 9%-kal nőtt, Lakewoodban 8%-kal csökkent. Az 50-es évektől kezdve az amerikai elnök rövid távú utazásaihoz helikoptert vett igénybe. A Sikorsky VH-3A, ami a Sea King egyik változata, a haditengerészetnek és a tengerészgyalogságnak készült, mint elnöki helikopter. De más helikoptereket is használt az elnök, mint például itt, amikor Ronald Reagan kiszáll az Air Force One-ból és átszáll a vietnami háború szimbólumaként ismert Bell UH-1 Huey-ra. Felszáll, annak le is kell jönnie. Így az asztronautákat a Mercury, Gemini és Apollo utazásból visszatérve parancsnoki kabinjukból helikopterekkel szállítják a repülőgép hordozó fedélzetére. Íme, amint a Sikorsky Sea King elszállítja győzedelmes utasait a piros szőnyeges fogadtatásra. Helikopterek teherszállítási képessége sosem volt annyira próbára téve, mint mikor a nyílt, viharos tengeren hánykodó hajókról kellett feladatot végrehajtaniuk. Felszállni és leszállni egy ilyen kis területre az erősen imbolygó hajón bonyolult és veszélyes. A REST, vagyis a visszatérést segítő rendszer nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a veszélyt minimalizálja. Ezzel a rendszerrel a helikopter egy kábelt ereszt le a fedélzetre, amit összekapcsolnak az ott lévő kábellel. A helikoptert ezután szó szerint behúzzák. Az első tengeri olajfúró tornyokat felépítették, egyre nagyobb az igény arra, hogy a kutatások mind beljebb és beljebb kerüljenek a tengeren. A Bell 47-es megjelenése óta sokat nőtt ez a távolság. 1970-ben a Bell 212-es lett az olajiparban használatos első számú közepes helikopter. Hatótávolsága 480 km. Izomerő és gép kombinációja egy lehetetlennek tűnő helyzetben a 30-as években. Az 50-es évek vége, 60-as évek eleje felé sok ehhez hasonló kellemetlen munka megszűnt, ahogy a nehéz emelőhelikopterek munkába álltak. A Sikorsky Sky Crane-t a hadsereg tesztelte először 1963-ban. Két nagy gázturbinája volt, 20,5 tonnát tudott megemelni, és ideális volt az olyan feladatok végrehajtására, mikor nehéz terheket kellett bonyolultan megközelíthető helyszínekre elszállítani. Azt a munkát, ami a terepen órákat vett volna igénybe, percek alatt lehetett végrehajtani. Ennél a munkánál a felszínen dolgozók ugyanazzal a problémával kerülnek szembe, mint a 30-as évekbeli elődjeik, de legalább nem telik annyi időbe a végrehajtása. A
Sky Crane repülés közben a pilóta fülkéből irányítható, de az emelési feladat végrehajtásakor abba a hátrafelé néző kabinba lehet beülni, amit fuvarmester állomásnak neveznek, és onnan lebegés közben irányítható a helikopter. Ez a Sky Crane egy előre gyártott új síkonyhót szállít a 390 méter magas hegyi lejtőre. Az öt szakaszból álló munkát a helikopter elvégzi nem egészen másfél óra alatt. Ezek az egyszerű, óriás emelő teherszállítók jól szolgálnak a háborúban és békében egyaránt. Vietnámban alapozták meg karrierjüket, de részt vettek számos fontos polgári mérnöki projektben is Amerikában. Egy kisebb teherszállító, amit nem is igazán erre a célra készítettek, a McDonnell 120 közcélú szállító helikopter 1951-ből. Ezt is emelő feladatok végrehajtására tervezték, és terhét a géptörzs alján lévő nyíláson keresztül függesztették fel. Csúcsjetekkel meghajtott rotorjai vannak. A gázturbinás teherhelikopterek sorának másik végén található a Hughes H-17 Flying Crane. 1952-ben repült először, rotorjának fesztávolsága 39 méter. Ez a hatalmas rotor úgy tűnik lassan forog, de a rotorvégeken mégis elég a sebesség a szükséges felhajtóerő létrejöttéhez. A két turbojet sűrített levegőt présel át a rotorokban lévő járatokon keresztül. A sűrített levegő összekeveredik az üzemanyaggal a lapátok végein lépő fúvókákban. A keverék begyullad és elég erőt fejleszt ahhoz, hogy a több mint 4500 kg terhet a gép megemelje. A Flying Crane nem jutott túl a prototípuson. A H-17 emelő kapacitása ellenére a projektet leállították a koreai háború utáni anyagi visszaszorítások miatt. A Piasecki H-16 turbószállítója egy másik nagy helikopter az 50-es évek elejéről. Géptörzse körülbelül akkora, mint a Douglas DC-6 szállító repülőgépé, és két gázturbina hajtja meg. De egyik óriás amerikai helikopter sem tudott versenyre kelni a legnagyobb szovjet gép emelő kapacitásával. Az oroszok egyik legnagyobb helikopter tervezője Mihail Mil volt. Mikor 1970-ben meghalt, nyomdokába lépett Marat Tichenko, akinek szavait Szergej Szikorszki tolmácsolja. Ez a helikopter volt gyakran az összekötő kapocs Szibéria egész területén, mivel a nagyon-nagyon hosszú szibériai nyárban a helikopter az egyetlen alkalmas eszköz a kommunikáció tartásra és az utánpótlás szállítására. A hosszú teleken persze ott vannak a befagyott folyómedrek, mint természetes szállítási utak, de nyaranta a helikopterek segítségével lehet csak a kommunikációt fenntartani. Доктор Миль шутил и говорил, что Россия – это страна, специально созданная для вертолета. Mr. Mill gyakran viccelt azzal a ténnyel, hogy Oroszország egy olyan hely, amit speciálisan a helikoptereknek találtak ki. A Mill MI-10-es a 60-as évek elején jelent meg, és a legnagyobb üzemelő helikopter volt a világon. Több mint 14.850 kg terhet tudott elszállítani. 1965-ben megjelent egy darus variációja, amit kiegészítettek hátrafelé néző vezérlőkabinnal és egy zárt rendszerű televíziós figyelőrendszerrel. Az MI-26-os, amit a 80-as években mutattak be, 19.800 kg-ot tudott megemelni, 800 km volt a hatótávolsága és 272 km/h a végsebessége. Ez a helikopter tudja a világon a legnagyobb terhet elszállítani. Szibériában használták többek között erőforrás kutatásra. Tervezésénél elsőrendű fontosságú volt a megbízható üzemelés. Az oroszok előnyét a masszív emelőhelikopterek versenyében alátámasztja az a tény, hogy Amerika legnagyobb helikoptere, a CH-53E Super Stallion maximum 14.400 kg terhet tud megemelni.
Ez majdnem 6 tonnával kevesebb, mint amire az MI-26-os képes. Az MI-26-os elkápráztatta a repüléstechnika világát, mikor a párizsi légibemutatón 1981-ben megjelent. Teherbírása megegyezik a C-130-as Hercules szállító repülőgépével. De óriási emelőkapacitása ellenére az MI-26-os mégsem a legnagyobb helikopter, amit az oroszok készítettek. Ez a cím azt a kísérleti óriást illeti, ami először a 60-as évek közepén jelent meg, a MIL MI-12-est. 1969-ben el tudott szállítani közel 40.500 kg hasznos terhet egy 2000 méter magasságban lévő helyre. 4 hajtóművével és óriás rotorjaival ez a világ legnagyobb helikoptere. Ezek után a CH-47-es Chinook 12 tonnás hasznos terhe csekélységnek tűnik. De a méret önmagában még nem minden, és a Chinook hosszú szolgálati idővel a háta mögött még mindig az egyik legismertebb helikopter. A 1961-ben repült először, és egyik fő kiszolgálója volt a vietnámi háborúnak. Még ma is, csak nem 30 év elteltével újabb, korszerűsített csinokok gördülnek ki a Vörtül gyárból, hogy különféle szolgálatokat teljesítsenek szerte a világban. We'll be right back.